Ez itt a Kapos Menti magazin, köszöntöm nézőinket! Faültetési program kezdeményezés Dombóváron. Dombóvára érkeztek a karmesterek varázspálca továbbképzés. 100 éves az Esperanto Dombóváron, kiállítás megnyitót tartottak a Helytörténeti Múzeumban. Utazási beszámoló Dombóváron, Amerika kanyonjai a művelődési házban. Balkán fesztivált rendezett a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, csatlakozott a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület is. 1000 fa címmel indított faültetési kezdeményezést Dombóvár, az akció mellé civil és sportszervezetek is csatlakoztak. A település célja 2024-ben is folytatni a programot. Faültetési kezdeményezést indított Dombóvár. A településen az elmúlt időszakban elkészült a csapadékvíz elvezető rendszer, és új járdák épültek. Ehhez kapcsolódóan gesztenyefákat vágtak ki. Részben ezek pótlására indult az akció, mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Hozzátette, civil és sportszervezetek is odaálltak a kezdeményezés mellé. Nyilván ezt a folyamatot mi szeretnénk tovább folytatni, hogy az időjárás engedi, tavasszal újból. Azt gondolom, hogy 24-ben is el fogunk ültetni 1000 darab fát Dombóváron. Nyilván a klímaváltozás nagy mértékben motivál mindenkit, hiszen valami úton módon meg kell teremtenünk azt, hogy a város továbbra is zöld maradjon, illetve környezetünk, és azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy fiatal fákat telepítsünk. Az akcióban részt vett a Dombóvári Labdarúgó Klub is. A rossz időnél is itt vagyunk, 11 fát ültetünk el, a város megkérte a mi szervezetünket, csapatunkat, hogy segítsünk ebbe, örömmel tettünk eleget. Nagyon jó dolog, itt a fák pótlása Dombóváron elkezdődött, úgyhogy lesz elég fa, mindenkit megnyugtatok. Az eseményen több helyszínen közel 50 fát ültettek a résztvevők. A Magyar Fúvós Zenei és Mazsorett Szövetség, a Metronom Kft. És a Dombóvári Alapfokú Művészeti Iskola közös szervezésében megrendezték a Varázspálca Fúvós Karnagyi továbbképzés Dombóváron. A képzés nemzetközivé vált, hiszen nem csak országunk minden területéről, de Romániából, Erdélyből is érkeztek jelentkezők. A Magyar Fúvós Zenei és Mazsorett Szövetség, a Metronom Kft. És a Dombóvári Alapfokú Művészeti Iskola közös szervezésében került lebonyolításra a Varázspálca Fúvós Karnagyi továbbképzés 2023. november 10 és 12-e között. 8 évvel ezelőtt, amikor a Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség vezetésével kollégáim megtiszteltek, megbíztak, akkor az elnöksége célul tűztük ki, hogy lehetőség szerint éves rendszerességgel, vagy akár több alkalommal is olyan karmester továbbképzéseket, kurzusokat tartsunk és tartunk azóta is, amelyek az amatőr fúvószenei életben én azt gondolom, hogy sokat tudnak segíteni a kezdő, vagy már tapasztalt karmesterek részére is számára. Markovics Gábor kollégámmal nagyon régóta, több mint 20 éves baráti és szakmai kapcsolatban vagyunk, és nagyon sokat gondolkodunk együtt a fúvószenéről, és azt gondolom, hogy az itt lévőknek ezekkel a több évtizedes tapasztalatainkkal megpróbálunk, és talán tudunk is néhány olyan útmutatót, kis irányvonalat nyújtani, amivel a hétköznapokban a zenekarjaikat tovább tudják fejleszteni. Nagyon örülök neki egyrészt, hogy most itt a Dél-Dunántúlon is a Mafumasz rendezvénye ideért, hiszen ezt tudni kell, hogy Komáromtól indultunk, és lényegében már majdnem körbejártuk az országot ezzel a fúvós roadshow-val, vagy kurzussal, ha szabad így mondani, és külön örülök annak, hogy vannak visszatérő arcok is, akik más régióból érkeztek, és annak pedig különös tekintettel örülök, hogy a helyi kollégák nagyon aktívak és borzasztó érdeklődőek, és hát most itt a zenekari gyakorlaton már élesben a Dombóvári Zenekarnak a közreműködésével tudunk olyan zenei és ütéstechnikai dolgokat megvalósítani, amikről mi itt a reggel elkezdődött előadásokon hosszasan beszéltünk, és hát ezt most itt élő zenével, ezzel a kiváló zenekarral ki tudjuk próbálni. A képzés első napján a délelőtti és kora délutáni foglalkozások törzsét az elméleti tudás gazdagítását segítő előadások tették ki Szabó Ferenc, Hidas Frigyes díjas karmester, a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti karának művészettanára, a Mafumasz elnöke és Markovics Gábor, Hidas Frigyes díjas karmester, a Mafumasz elnökségi tagja a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar karnagya vezetésével.
Jelenleg a MAFUMASZ Magyar Fúvószene és Mazsoret Szövetség, valamint a Metronom KHT közös szervezésében egy országos háromnapos kurzus van jelen pillanatban az iskolánkban, ami tulajdonképpen egy hagyomány is már, mert a Magyar Fúvószenei és Mazsoret Szövetség elnöksége célul tűzte ki az elmúlt 8 évben, hogy vidéken segítünk az ifjú karmester kollégáknak, művészeti vezetőknek, és most 8. alkalommal kerül itt Dombováron megrendezésre, amelynek a házigazdája az általános iskola és művészeti iskola részlege, a művészeti iskola, valamint a gyakorló zenekar, az ifjúsági zenekar, amire nagyon büszkék vagyunk Dombováron. A háromnapos kurzusban péntek, szombat és vasárnap történtek a pénteki napon. Elméleti képzés volt délelőtt, amiben a ma esti gyakorlati anyagnak tulajdonképpen az előkészítése zajlott. Zenekarszervezés, repertoárismeret. A holnapi napon szintén gyakorlat lesz délelőtt, délután pedig hangszerelési gyakorlat lesz, ami egy szintén kuriózum, mert az eddigi kurzusokon hangszereléssel, zenekari hangszereléssel nem foglalkoztunk. És a vasárnap pedig hát a maradék, így mondom, hogy azok a témák, amik elmaradtak a péntek-szombati napról, elméleti dolgok kerülnek közös megbeszélésre, interaktív módon. Örömmel mondhatom, hogy nem csak magyarországi, hanem nemzetközi lett most már a kurzusunk. 5 kollega érkezett Erdélyből, Csíkszereda és Kovászna, valamint Hargita megyéből tevődik össze az 5 fő. És így 15 fő adja a kurzus létszámát, ami egy nagyon szép szám. A Varázspálca fúvós karnagyi továbbképzés első napján, azaz november 10-én pénteken a Dombovári Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével gyakorlati foglalkozásokra is sor került a háromnapos képzés programjaként. Hát a cél az mindig az, hogy tanuljon az ember, mert hiába ott van már a kezében a tudás, vagy hát legalábbis azt gondoljuk, hogy ott van a tudás, azért mindig lehet tanulni, és a nagyoktól meg mindig kell is tanulni, azt gondolom. Úgyhogy ez életünk végéig, ez van. Hát azt érzem, hogy most nem tudok semmit. Tehát, hogy egy csomó dolgon változtatnom kell, azért, hogy jobbá tegyem az én zenekaromat is, nyilván, hogy fejlődjek, hogy a kezem, hogy az érzékeim erre az egészre kifinomultabbak legyenek, úgyhogy én nagyon már az első nap is nagyon jól érzem magam, és nagyon sokat tanulok, nem csak hát nyilván a mesterektől, hanem azokból a kollégákból is, akik ugyanígy itt vannak, és ugyanazokat a hibákat, vagy hát hibákat, igen, azokat követik el. Úgyhogy ezek mind nagyon jó tanuló példák nekünk, hogy hogyan lehet ezt javítani. Úgyhogy nekem ez nagyon jó. Az ország minden részéről és Erdélyből érkező fúvóskarnagyok Szabó Ferenc instruálásával dolgozhattak mozdulataik finomításán. Mivel hogy részfúvós oktató vagyok, és fúvózenekart is vezetek, így arra gondoltam, hogy csak kellene fejlesszem magam, és adott ez a lehetőség, hogy eljöjjünk ide és tanuljunk. Hát idai pozitívak, építő jelleg, mindenki segítőkész, úgyhogy ennek csak örülünk. Tehát elsősorban a szakmai tapasztalat, tehát ellesni a dolgokat, hogy miket lehetne még jobban kihúzni ebből az egészből. A 136 éve született eszperantó nyelv idén 100 éves Dombováron. Ebből az alkalomból egy kiállítás nyílt a Helytörténeti Múzeumban. A tárlat röviden bemutatja a nyelv történelmét és dombovári vonatkozását az érdeklődőknek. Az eszperantó egy nemzetektől független, mindenki számára egyenjogú nyelvhasználatot biztosító, élő, mesterséges nemzetközi segédnyelv.
aki érdeklődik a nyelv iránt, azt sok szeretettel várja a Helytörténeti Múzeum időszakos kiállítása Dombóváron. Mivel a nyelvet a városban már 100 éve használják, így helyén való volt, hogy valamivel megünnepeljék ezt a neves jubileumot, így született a kiállítás, melynek megnyitóján a vendégek egy előadás keretén belül ismerkedhettek meg az eszperantó történetével. Ezt a tervet megnézzük, ugye a Müller Ádám segítségével sikerült berendezni, de ez az összegyűjtött eszperantó anyagnak csak töredéke. Tehát nem is tudnánk kiállítani most egy terembe itt a Helytörténeti Múzeumban sem, mert annyi az anyag. Tehát a lényeg az, hogy ez csak egy ilyen kett csináló. Az Ádámmal jó kapcsolatot tartunk, így esett a választás a Helytörténeti Múzeumra, illetve hát itt található például Lengyel Pál nyomdájának szedőregája, ahol most éppen mellette beszélgetünk. Tehát ez volt a legaktuálisabb, legszerencsésebb helyválasztás. A nyelvről először 1887-ben adott ki egy lengyel személyszorvos filozófus egy könyvet, melyel egy könnyen megtanulható és politikailag semleges nyelvet szeretett volna megteremteni. Habár egyik ország sem fogadta el hivatalos nyelvnek, az eszperantó több országban is, így Magyarországon és Kínában is a hivatalos oktatás része, emellett közel 25 millió főre becsülik a folyékonyan beszélők számát. A nyelv az irodalomban is nagyon elterjedt. Leisel Berkovics Zamenhofról, aki ugye az akkori orosz birodalom területén, de litvánok és lengyelek lakta részeken élt, neki az anyanyelve, első nyelve a jiddis és az orosz volt, utána Lengyelországban élt, és egész életében tapasztalta a különféle nyelveket beszélő és különböző csoportokhoz tartozó embereknek a nehézségeit a kapcsolattartásban, és ezért ennek alapján jutott el ahhoz a gondolathoz, hogy egy egyszerű nyelv révén könnyebben tarthatnák az emberek a kapcsolatot. Nagyon sokat tudnék mesélni, létezünk. Most is körülbelül 4500 ember x-elte be a országos népszavazásba. A különböző portálokon elérhetőek vagyunk. Különböző ingyenes tanfolyamok vannak, Duolingo is többek között, és Lernunet, szóval keressenek bátran minket, és egy hatalmas, ismeretlen világ nyílik ki azelőtt, aki ide belép. Magyar irodalom, eszperantó fordításban olyan gazdag, és olyan nagy mértékben járult hozzá az eszperantó nyelvhez, hogy az irodalom terén megkerülhetetlen az ember tragédiája vagy Petőfi költészete az eszperantisták számára 120 országban. Úgyhogy az nagy hatalomnak számítunk az irodalom területén, de az eredeti irodalom területén is. Nagyon kevesen tudják, itt van éppen Bagi Gyula, az egyik és Kalocsai Kálmán, a két legnagyobb művelője. Sajnos még csak eszperantóul van, nincs magyar fordításban. Én úgy szoktam mondani, a negyedik legnagyobb magyar dráma, az Almafa alatt álmodva, amelyben Éva mind a két fáról letépte a gyümölcsöt, ezt bontotta ki Bagi Gyula. Amellett, hogy széleskörű nyelvtudást még nem ártott senkinek, ha valaki az eszperantóval kezd el foglalkozni, számos előnyre tehet szert. Van az eszperantónak egy olyan része is, hogy passport a szervó. Ez annyit jelent, hogy a világ 120 országában élnek eszperantisták, és hát tulajdonképpen van egy címlista, ahova el lehet menni eszperantistáknak vendégségbe. Természetesen valamilyen módon illik vissza vendégelni a meglátogatott eszperantistákat. Aztán még, ami úgy érdekes lehet, az eszperantóval foglalkozó politikusok listája. Hát most ezt fejből meg se próbálom felsorolni, de például Nagy István agrárminiszter úr is rendelkezik középfokú eszperantó nyelvvizsgával. De sorolhatnánk a sort. Hát egyebekben pedig az eszperantó nagyon sokat segítene a magyarságon, mert előnyelvként tanulva
sokkal könnyebben, eredményesebben meg lehet tanulni más nyelvet is, és hát megtanulva persze nagyon sok barátot lehet szerezni világszerte. Amit meg még kevesebben tudnak a kis iskolásoknak, nagyon sokat segítene abban, hogy később az ötödik osztályban ne legyenek szövegértelmezési problémái. A híres sakkozó csoda gyerekek apja, Polgár László azt mondta, hogy ha jót akarsz a gyerekeidnek, akkor kezd eszperantóval. És bizony a lányok azzal kezdték. Dombóváron is azon dolgoznak, hogy az eszperantó megmaradjon a köztudatban. A városban idén több program is volt, ami a nyelv köré volt felépítve, többek között a Helytörténeti Múzeum kiállítása is. Az eszperantó már 100 éve jelen van itt, így elhanyagolhatatlan eleme Dombóvárnak. Ezt a 100 évet muszáj meg örökíteni. Ez egyébként a 4. rendezvényünk már, tehát az idén igenis jelen volt az eszperantó. Januárban készítettünk a dombovári izraeli baráti körnek egy táblát, mert egy kétnyelvű táblát, egy magyar eszperantó, és ez a második világháború holokauszt áldozatainak állít emléket, ez volt az első programunk. Aztán a második programunk májusban volt, ahol sikerült megjelenítenünk a dombovári eszperantó sört, a zöld sört, hát ezt be is tudom majd mutatni, mert itt van egy üveggel a másik helységben, és hát most ugye a nyomdateremben vagyunk, ahol Lengyel Pálnak a szedőregája, tehát nyomdájának a szedőregája van, és hát tulajdonképpen azért mondtam, hogy napjainkban is jelen van az eszperantó, csak hát ugye ez jobb lenne, hogyha egy kicsit életszerűbb lenne. Természetesen az eszperantó napi szinten jelen van, de egyre kisebb hangsúlyal, mert a rohanó világunkban hát nem igazán tudnak az emberek időt fordítani erre. Ezt most azért mondom, mert ugye a 2000-es években közel 40 főiskolást, egyetemistát készítettünk fel eszperantó nyelvvizsgákra, alapközép és felsőfokon, és hát sokan ennek köszönhetik a diplomájukat. Tehát, de azóta sajnos például egyetlen egy jelentkező sincs. Ugye közben itt a koronavírustól kezdve egy csomó olyan probléma, ami aztán most már a napjainkban nem is kötelező a diploma mellé a nyelvvizsga, úgy tudjuk. Úgyhogy, de ez nem pontos információ. Hát tulajdonképpen így van jelen az eszperantó. Akit érdekel a nyelv, annak természetesen van lehetősége, hogy elsajátítsa. Online kurzusok is rendelkezésre állnak, de vannak külön eszperantó nyelviskolák is. Ha a nyelv, vagy épp annak dombovári kötődéséről szeretne valaki tanulni, részletes információkhoz tud hozzájutni az interneten. A lehetőség az biztosított, ha a Google térképre beírjuk, hogy eszperantó nyelvoktatás, akkor a Google térkép meg fogja mutatni a helyet, ahol lehet ezt a nyelvet tanulni, de egyébként a Müller Ádám is készséggel áll rendelkezésre, illetve hát nekünk is van Wikipédia szócikkünk. Ez a 100 év, ez szinte, ha nem is napról napra pontosan, de naplószerűen felsorolja a történéseket, és korabeli újságcikkekkel, mint például a Fervoista Mondo, ez a magyar vasutas világ, egy eszperantista újság, ez egy eszperantó nyelvű újság. Aztán ugye a Tolna vármegyei újságoknak is van ugye archívuma, és ebben az archívumban is elég szépen találunk anyagot, illetve hát a dombovári helyi sajtóban is találhatunk anyagot. Így állt össze tulajdonképpen ez a történet, ami tulajdonképpen majdnem, hogy napra kész, jelenleg 98%-os. És az országban nem tudok róla, hogy lenne még így összeírva helytörténet az eszperantóval kapcsolatban. Hát, ha most a nyelvi részét nézzük a dolgoknak, akkor feltétlenül meg kell említenem a propedeutikai szerepét az eszperantónak. Ugye, aki megtanulja az eszperantót, sokkal könnyebben fog megtanulni bármelyik másik nyelveket, vagy nyelvet. Tehát ez egy óriási nagy előny. Egyébként én javaslom a Wikipédiát, ugyanis manapság a Wikipédia nyújtja a legtöbb információt az eszperantóról, a legösszeszedettebben és a legexaktabban. Dombóváron az 1920-as évek óta intenzív eszperantista élet zajlik. Az első eszperantista szervezet 1928-ban alakult, ezt követte a második eszperantó szervezet, Dombóvári Vasutas Eszperantó Szakkör néven.
A városban a dombovári Esperanto barátok névre hallgató nem regisztrált civil szervezet tartja életben a nyelvet és kultúráját. A már több évados Dombóváriak a nagyvilágban című előadás sorozat a városból elszármazottaknak nyújt lehetőséget, hogy utazásaikról meséljenek. A Művelődési Ház nagy sikerű sorozatának legutóbbi előadása során az USA kanyonjaiba érezhették magukat az érdeklődők. A Művelődési Ház San Franciscótól Las Vegasig a kanyonokon keresztül című előadással készült egyik sorozatának folytatására. Az intézmény szeretne lehetőséget biztosítani azoknak a dombováriaknak, akik a külföldi utazásaikról szeretnének mesélni az itt élőknek. A legutóbbi előadást dr. Pálfalvi József tartotta, ahol az USA-ban szerzett élményeit foglalta össze. A harmadik évadot kezdtük szeptemberben a Dombováriak a nagyvilágban sorozatunkban. Ez egy általában havonta jelentkező rendezvény. Ez azt jelenti, hogy dombováriak és vagy elszármazottak tartanak nekünk előadást. Ugye most már nagyon sok országban jártunk, ma az Egyesült Államokba invitál minket dr. Pálfalvi József barátunk. Őnek ez már a harmadik előadása lesz, mert már Algériáról és Ekvádorról tartott nekünk beszámolót. Hát ugye az USA-ban egyébként még nem jártunk, úgyhogy ez lesz az első olyan előadás, ahol most ezt az országot fogjuk látni és hallani. Van ez a Dombováról elszármazottak is dombováriak csoportja, és a Zsuzsának az ötlete volt a Halipap Zsuzsáé, hogy akik elköltöztek innen, és jártak különleges helyeken, azok tartsanak előadást. Eddig tartottam egyet Algériáról, tértem 5 évig. Voltam nagyjából egy fél évet Ekvádorban, ez meg az Egyesült Államokban voltam. A nyugati részén 4 hétig, és abbarról gyűjtöttem itt össze egy-két dolgot. A nézőközönséget egy látványos kisfilm segítségével repítették át az óceán túloldalára, melyen az amerikai kanyonokkal tudtak ismerkedni. Valamikor régebben összevágtam egy videót, ami 58 perc. Na most az nekem érdekes, legtöbb embernek egyután unalmas, hogy van egy kanyon, és a szikláról sziklára veszem fel, hogy néz ki. Az első talán második le érdekes, harmadik, hogy lehetem ahogy én benni. Tehát ez nem vegyes lesz, hogy lesz egy része, amit vetítek, utána megtekerem a filmet, és közben én beszélek. És elmagyarázom, hogy mit látnak, mert zene van alávágva, semmi extra magyarázat nincsen. Aki már több előadáson is volt, találkoztatott Pálfalvi Józseffel, hiszen számos útjáról tartott már beszámolót. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszott a nyelvtanulás és egy jó kapcsolatrendszer kiépítése, mely cserébe rengeteg élménnyel gazdagította. Ez úgy kezdődött, hogy a gimnáziumban saját magamtól elkezdtem franciául tanulni. Ez annyira jól sikerült, hogy amikor egyetemre mentem, első évet ki is hagytam. Nem kellett, fölmentettek. És aztán azzal a nyelvtanulással elkezdtem dolgozni nagyon sokféle nemzetközi szervezetben. És itt az a lényeg, hogy az embernek a nevét megismerjék. Tehát egy szakmát meg lehet tanulni. Egy nyelvet, előadni egy szakmai anyagot, egy adott nyelvet, az sokkal nehezebb. És erre szálltam rá. Így aztán nagy mázlim volt, például a Berkeley Egyetemre hívtak meg. Így kerültem San Franciscóba. Ott tartottam egy előadást, tehát személy szerint engem hívtak, ami most nem akartam dicsekedni, de jól esett, meg hogy mondjam, hogy ilyenkor nem az embert úgy hájjal kenegetnék, hogy hát igen, Magyarország egy kis valami, és engem hívnak meg, hát úgy jól esik, na. Nem azt mondom, hogy most evök szállva magamtól, de jól esik az embernek, na, még egyszer mondom, igen, így jutottam el nagyon sok helyre. A Dombovári Művelődési Ház több különböző előadás sorozatot folytat, így mindenki találhat egy olyat, ami egyezik az érdeklődési körével. Az érdeklődők legközelebb csak januárban tudnak visszatérni az előadásokra, hiszen decemberben szüneteltetik őket. Több sorozatunk is van. A Művelődési Házban az egyik az 5 óra itt a Markovics Magdival, ő neves személyeket hív meg, most 27-én. Bókai Zoltán lesz a vendége, aki a Pécsi Nemzeti Színháznak a vezető karnagya, és nem mellesleg dombovári, és mozdonyvezető is.
de nem olyan régen indítottunk egy ismeretterjesztő sorozatot is. Azt legközelebb majd januárban fogjuk megrendezni, ahogy ebben a sorozatban is szünetet fogunk tartani decemberben, mert annyira sok program van, hogy egyszerűen már ez a Dombóváriak a nagyvilágban sem fér be a naptárunkba, és az 5 órai tea is akkor szünetelni fog. A lényeg az az, hogy havi rendszerességgel vannak különböző sorozataink, és most nagyon örülünk neki, hogy mint mindig, majd hogy nem, teltház van itt a Pince Színházban, vagy fönt a Majoros teremben. A Művelődési Ház sokszínű előadás sorozataira szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az intézmény célja a programlista színesítése mellett, hogy a dombóváriaknak minél érdekesebb és minőségibb előadásokat biztosítson. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület közösen megszervezte a Balkán Fest zenés estet. A jól sikerült rendezvénynek a Szőlőhegyi Hegyalja tér adott otthont. A rossz időjárási körülmények ellenére a helyeket mégis sikerült összehozni. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület Balkán Fest zenés estét rendezett a Szőlőhegyi Hegyalja téren. A dallamos délszláv zenét a Mohácsi Bádel zenekar szolgáltatta. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat eldöntötte egy jó hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt, hogy a Mindenszentek követő időszak, mielőtt kezdődne az advent, kihasználva ezt a tulajdonképpen szürke, sötét időszakot, próbált valamit, egy kis hangulatot vinni itt az emberek életébe, itt a Szőlőhegyen, és egy ilyen Balkán Fest programot próbáltunk szervezni, nem önállóan, hanem ahol lakunk, ugye itt a Dombóvári Szőlőhegyen működik egy nagyon jó új egyesület, a Szőlőhegyek Szőlőhegyér Egyesület, akikkel közösen terveztük el ezt, hogy ezen a hétvégén rendezünk egy ilyent. Hát az idővel nem lett sajnos szerencsénk, bárhogy is terveztük, nagyon rossz idő lett, még délelőtt folyamán nem esett az eső, de most katasztrófa, ami volt délután. Hát legközelebb nem tudjuk, hogy hogyan álljunk neki, és hogyan tervezzük, hogy ez sikerüljön. A Mohácsi Bádel zenekar a vendégünk, akik adnák ezt a nagyon jó műsort, hiszen ismerjük őket, többször voltak már itt Dombóváron nálunk a meghívásunkra. Nagyon jó délszláv zenét játszanak, tehát horvátot, szerbet, makedont, bosnyákot, tehát minden van a repertoárjukban. Hát sajnos ez most így nem jött össze. Pedig igyekeztünk itt az egyesülettel együtt, a szőlőhegyekkel, hiszen látjátok, sátrat állítottunk, padokat szereztünk. A város az utolsó pillanatban segített nekünk, polgármester úr segítségével felállítottuk, hogyha lesznek vendégek, be tudjunk állni a sátor alá, tehát sajnos ez a kegyetlen időjárás mindent keresztül hozott. Hát bízunk benne, hogy ennek a kis csapatnak, aki mégiscsak összejött a zenekar, Vilákovics Vekoszlávék, csinálnak egy jó kis hangulatot, és hát bízunk benne, hogy legközelebb jobb lesz. A rossz idő ellenére kiváló hangulatot teremtett Vilákovics Vekoszláv és Bozsánovics Tamás. Szerzem oli, oči zelene, jako so bile nebjene. Srce oli, oči zelene, jako so bile nebjene. Zelene oči, bile su moje, divne oči, do sunce sjaj. I sam ja ne znam, da što ih voli, što mojim sreći. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!